A tehetséggondozó program mellett a napközis tagozat is elindult a Petőfi Sándor általános iskolában. Itt tanulhatnak, játszhatnak és pihenhetnek majd a gyermekek a rövidített órák után. Nyilván az elsődleges cél, hogy a napközi során megcsináljuk a házi feladatot, illetve hogy elmélyítsük azokat a tananyagokat, amit a délelőtt során már megtanultak a gyerekek. De mindemellett különböző foglalkozásokat szervezünk, kézműves foglalkozás, sportfoglalkozás, mesekuckó. Különböző pályázatokon keresztül az iskola számos programot valósított meg és indított el. Az informatika terem új felszerelést kapott, emellett hamarosan a diáknyomda is elindul, amelyet a diákszövetkezet működtet majd. Az egyik nagyobb lélegzetű beruházásunk és projektünk a PEFI Print beindítása lesz, tehát ez egy diák szövetkezet megalapítása, ugyanis nagy szükségét láttam annak, hogy a kolléganőkkel együtt, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek felkészüljenek az életre, és az iskola az életre készíti fel a gyerekeket. Ezért egy diák szövetkezetet alakítottunk, valódi igazgatóval, ők fogják meghatározni, tagosodnak a diák szövetkezetben, folyószámlát nyitottunk. Először is egy ilyen szublimációs nyomdát indítunk meg, ez az első lépés, ami azt jelenti, hogy textilre, kerámiára és ilyen nagyobb felületekre tudunk majd nyomtatni. Tervek azok természetesen vannak, egy igazi diák nyomdát szeretnénk ebből az egészből kihozni a végén. De ezek az első lépések, ez, hogy textil és kerámia nyomtatása. A diák szövetkezetbe minden kisdiák betagosodhat az elsőtől a nyolcadik osztályig. A szövetkezet legfőbb célja a vállalkozói szellem kiépítése és fejlesztése.